Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge, megnézzük a mester összes filmjét. Ma pedig a Menn-szigeti ember, vagy eredeti címen a Manxman következik. Van ez a kikötő, ahol Pete halász, Philip pedig ügyvéd. Pete-nek tetszik Kate, a pultos lány, de a papa azonnal kidobja a kocsmából. A fiatalok titokban megállapodnak, hogy Pete elmegy szerencsét próbálni, Kate pedig hűségesen megvárja. Csak hogy közben Philip és Kate randizni kezdenek. Jön a hír, hogy Pete meghalt, Kate megkönnyebbül, fel is mennek kettesben a malom padlására ezt megünnepelni, na de Pete mégsem halt meg, hanem levelet ír, hogy jön haza. Ez egy kicsit bezavar a képbe, ráadásul közben gazdag lett, így az apuka is nagy örömmel adja hozzá a lányát. Jön az esküvő, hol máshol, mint a malom padlásán, Pete nagyon boldog, Kate egyre inkább agonizál, ráadásul terhes, és csak egy valaki nem tudja, hogy ki az apa. Megszül, Philip közben bíró lesz, Kate nem bírja a stresszt, így elszökik otthonról, a férje nyilván Philiphez megy panaszkodni, miközben Kate skubizik a szomszéd szobából. Hazamegy, hogy elvigye a gyereket, de nem jön össze, úgyhogy beleugrik a tengerbe, ami jogellenes, és mivel túléli, ezért bíróság elé áll. És pont ez lesz Philip legelső ügye. A férj érkezik tanúskodni, fel is mentik a lányt, de ő nem hajlandó hazamenni. A papa rájön, hogy mi folyik a háttérben, Philip, a nő és a gyerekek elvándorolnak, Pete pedig szomorúan nézi a hajókat. Vannak olyan filmek, amik egyszerűen csak vannak. Az ember elmegy a moziba, megnézi, hazamegy és már el is felejtette. És egy picit ez a film is ilyen. És ezt nem csak én mondom róla, hanem már 1929-ben is pont ezt írták. Ugye a filmnek az a címe, hogy Manxman, az angolok azokat az embereket hívják így, akik a Menn-szigeten laknak. A történet itt játszódik, de egyébként nem itt, hanem Cornwallban vették fel a külsőket. Színdarab alapján készült a forgatókönyv, és hogyha valaki nem tudná, akkor a főcímben tudatosítják, hogy ez egy nagyon sikeres színmű volt. Egyébként valószínűleg tényleg annyira, hogy ez a film eleve már egy remake. 1916-ban már készült belőle egy verzió. Fanyalgók már akkor is sokan voltak, nekik túlságosan 19. századi volt a történet, nagyon banális, régi módi. Képileg is vannak meglehetősen direkt megoldások, például itt van a lány naplója, nem nagyon ismerek embert, aki így vezetne naplót. Vagy Isten malmainak az örlését is többször bevágja Hitch, és hogyha valakinek nem lenne elég egyértelmű, akkor az egyik szereplő még jól el is mondja, hogy értsük a hasonlatot. Mindenképpen meg kell említenem a gyönyörű külső képeket, és hogyha valamire, akkor ezekre emlékezni fogok ebből a filmből. Kis Hitchcock-féle ecset vonás, a világító torony fénye, amivel több jelenetet is alápásztáz. Vagy a tányéroknak az asztalra úsztatás, ugye ebből jön rá a csávó, hogy ott hagyta a felesége. Vagy a lány vízbecsapódás, amikor a sötét hullámok a bíró tintájává változnak. A bíró, akit Dinsternek hívnak ebben a kultúrában, és ez az első filmes lábjegyzet, amit életemben láttam. Van itt egy kis suspense rügyecske, amikor érkezik a hajó, amivel haza fog térni Pete, a fiatalok meg izgulnak, hogy vajon mi lesz, és nem tudjuk, várjuk, hogy mi fog történni. Van egy filmes szabály, hogy a nyitó és a záró képnek valamilyen módon rimelnie kell egymásra, és ebből kell érzékelnünk, hogy a főszereplő életében milyen változás állt be a történet eleje és vége között. Na most ez az első Hitchcock film, ahol ez vegytisztán megvan. Hajók, tenger és egy tetrekész fiatal ember, aztán hajók, tenger és egy életáltal meggyötört szegény férfi. Ő egyébként Carl Brisson, ugyanaz az ember, aki már a Ringben is játszott. Állítólag a Manxman forgatásán ő volt az egyetlen, aki tényleg hangosan mondta a szöveget, többiek csak tátogtak. Szerintem ez inkább csak legenda, de van egy másik dolog, ami ugyanilyen fura, de azt már inkább elhiszem. A díszlet mögött volt egy zenekar, aki játszott és ezzel segítette a színészeknek a játékát. Ennek a jelenetnek a forgatásán Puccinit játszottak, hogy Carl tudjon sírni. Viszont arra egészen kíváncsi vagyok, hogy itt, vagy itt, vagy itt, vagy a többi alkalommal mit játszhattak. Lehet, hogy ugyanazt. A lány arcán megjelenő érzelmek ugyanakkor sokkal nagyobb skálán mozognak, és ez nem biztos, hogy csak azért van, mert a lány az tehetségesebb színésznő, hanem mondjuk azért is, mert Hitchcock többet foglalkozott vele. Az erős akcentusa miatt a hangos filmek adventje az ő karrierjét is elkaszálta. Mert hogy ez egy korszak vége, Hitchcock több némafilmet nem csinált. Amit egyébként nagyon sajnált, mert úgy gondolt, hogy a filmes vívványoknak a nagy része így megy a levesbe. A rendezők addig kihívás elé voltak állítva, hogy képekkel meséljék el a sztorit, innentől kezdve beszélő fejek műsorává változott a filmipar. És az az igazság, hogy ez most is így van. A stúdiófőnök utálta ezt a filmet, unta az egészet, föltették a polcra, és amíg a következő filmje, a Black Nail nem lett óriási siker, addig le se vették onnan. Aki szeretné, megnézheti a filmet a YouTube-on, ide a leírásba beteszem a linket, és most pedig jöjjön a kedvenc snittel.